Szeretteim, nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya. A Szentírás gyakran beszél az Isten szeretetéről, de sohasem mondja meg, hogy mennyire szeret az Isten. Csupán itt találunk Szent János levelében egy felkiáltást. Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya. De mit nézzünk? Mit szemléljük, hogy lássuk ennek a szeretetnek a mértékét? Ugyanez az evangelista, Urunk szavait közvetítve az evangéliumában így ír. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte. Hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nem egy falusi keresztre felírták, nyilván a plebános sugallatára latinul, sic dilexit, így szeretett. Tehát szeretetének mértéke a halál. Mert ennek az ő halálának célja az élet. Hogy bocsánatot nyerjen az Atyától, és Isten gyermekei lehessünk. És még mit nézzünk, hogy lássuk Isten szeretetének a mértékét? Ugyancsak János írja az evangélium kezdetén. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék. És még valamit nézzünk. Mindennek, aki befogadja Krisztust, képességet, hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek. Így tehát, kedves testvéreim, megsejtjük, mekkora az isteni szeretet, ha ezt a három tényt szemléljük. Az, hogy az ige testélőn a karácsonyt, az, hogy úgy szeretett, hogy életét adta értünk a nagypénteket, és hogy képességet adott nekünk, a benne hívőknek, hogy Isten gyermekei lehessünk mi is, ez a pünköst. Karácsony, húsvét és pünköst titka. Milyen helyzetben írja ezt az apostol? Reménytelenben. Túlélt minden apostolt János. Az egyházat üldözik véresen. Már túl vagyunk a Néró féle üldözésen. Nem sokára a Domitianus féle üldözéssel őt is száműzik Patmosz szigetére. A római nagyvárosokban itt-ott van 50-100 keresztény. Vagy talán 1000. És most beindult a nagy birodalom arra, hogy fölmorzsolja Krisztus egyházát. És ami még nagyobb baj, belső bomlásnak indul minden. Fölvetik a fejüket az eretnekségek. Pontosan ezek ellen írja János a leveleit, akik fogva az ő evangéliumát disszidálnak és másképp magyarázzák, gnosztikus, őrült értelemben, úgy, ahogyan ma ezek a vallás irányzatok, hogy elég tudni a megváltóról, és akkor én már üdvözültem, és Istennel egy vagyok. És valamiféle nagy magányba is írta ezt Szent János. Azért tessék elképzelni, hogy minden apostol társa már halott. A szűzanya már elköltözött a földről, akivel együtt élt éveken vagy évtizeden keresztül. Hontalan, minden kilátástalan. A mester úgy látszik nem jön vissza az ég felhőin. Csak a fején érzi azt, hogy egyszer a keblény nyugtatta az utolsó vacsorán. Nézzétek, mekkora szeretettel szeret minket az Atya. Hogyan nézzük? Az embernek háromfajta szeme van. Van testi szeme, nem ezzel nézzük. Van pszichológiai szeme, az érzéseknek a világa. Ez leköt bennünket. Mindig arra figyelünk, hogy mi fáj, mi örömet okoz. De vannak pneumatikus szemeink, Szentlélektől adott szemeink, a hitnek a szeme. És azt mondja, nézzétek, hogy mekkora szeretettel szeret az Isten. Testvérek, nem a mi életünknek a megoldása ez? Szent Pál nem ugyanezt mondja? Csak ne a földiekre, hanem az odaföntvolakra irányuljon a figyelmetek. Mert maga az ember kilóg a világ mindenségből. Nekünk nem csak testi szemünk van.
És nem csak formákat és színeket látunk. Van pszichológiai szemünk, érzünk, és ezt az érzést szemléljük, de van egy Istenre nyitott szem. A végső értelmet tudja megragadni Krisztusban az ember. És ez a megoldás. Akármit látunk. A testi és a pszichológiai szemeinkkel, akármilyen megoldatlan az életünk, roncsokba heverhet. Ne oda néz. Az örvény le fog húzni. Nézzétek, hogy mekkora szeretettel szeret titeket az Isten. És talán ma a papoknak a vasárnapján, a lelkipásztornak ez a szerepe. Milyen csodálatos az a pici kis esemény, amikor a pap a régi szertartás szerint karácsonykor a gyermek Jézus szobrát behelyezi a jászolba. Nézzétek, mekkora szeretettel szeret az Isten. Ezért a papnak ne legyen gyereke. Jézus a gyermeke. Olyan, mint József. És felmutatja nektek, nézzétek, az Isten emberré lett. Miért féltek? Milyen közel jött, mennyit szenvedett? Az ő élete tényleg megoldatlan volt, a kereszt halál. És értünk vállalta. Nézzétek, mekkora szeretettel szeret az Isten. Akkor elérkezik nagypéntek, a legszebb papi feladat, leleplezni a keresztet, ami csodálatos római ritusunk szerint, és felmutatva, íme a keresztnek fája, melyen a világ üdvössége függött, jöjjetek, imádjuk! És amikor látja az ember a híveknek a szemét, hogy jönnek és imádják. Jönnek kisgyerekek. Tudják, hogy miről van szó. Jön egy egyetemi tanár. Jön egy szegény, egyszerű néni. Jönnek bűnösök, és jönnek tiszták. Hozzák azt a megoldhatatlan életet, amit élünk. És a megoldás itt van. Az Isten értünk meghalt, és föltámadt. Csak ne a földiekre irányuljék a figyelmetek. Lássatok a saját kis szenvedésetekből ki az Isten fia szenvedésére, és ne féljetek. És a harmadik, amit fölmutat a pap, a lelki pásztor, az ostját, amely pünkös tűzlángjaiban megsütött szent kenyér. Ez az én testem, és ez az én vérem. Tudjátok, szeretteim, az egész hetünknek, életünknek, nyomorának a megoldása ez. Ez a hófehér kenyér, amelyben Jézus itt van, és minden nap a világ végezetéig. Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Nem azt mondta, hogy mindent megoldok helyettetek. De veletek vagyok. Veletek vagyok a bűnbánatban, a bűnnel való küzdelemben. Veletek vagyok az emberi kapcsolataitoknak sokszor megoldhatatlan kuszaságába. Veletek vagyok, amikor izzadtok, szenvedtek, amikor a munka nem megy, amikor a családnak kevés a pénze. Én nem pénzt osztogatni jöttem a világra, hanem örök életet adni. Hogy lehet kibírni ezt az életet, ha nem nézzük az Isten szeretetét? Viszájára fordítom. Valakik gazdagok, mindenük megvan, de nem látják, hogy mennyire szeret minket az Isten. Micsoda nyomorult élet az. Kutyák, fajkutyák, fogadások, pázsit, vendégszag, műmosoly, kihűlt tálak köze, undor, csömör. Istenem, ilyen nívótlanul tud élni az ember, amikor csak azt nézi, amit fölfalat, amit megehet, amit bezsebelhet. Micsoda méltatlan élet, nincs szellemi élete, nincs lelki élete. Nem látja azt, hogy van egy végső megoldás, amely megszületett Betlehemben, amely felragyogott a kereszten, amely pünköskor belénk árad, hogy az örök élet itt elkezdődik, hiszen amikor megáldozunk, az örök életet vesszük magunkhoz. Ezért jó papnak lenni. Fiúk, gondoljatok azért erre is.
Olyan jó látni az utánunk következő nemzedéket. Itt van előttünk a Kallisztatya, aranymisét elmondta. Itt vagyok én, és milyen jó látni, hogy itt vannak kis papok. De egyik tanítványom volt, Székesfehérvári Egyház megyés. A másik készül az örök fogadalomra, a másik ferences rendbe, a minorita rendbe. És itt vannak a minisztráns fiúk, akiket megszólíthat az Úr, hogy az eljövendő nemzedéknek is legyen, aki elmondja, nézzétek, mekkora szeretettel szeret minket az Isten. Lehet, hogy az eljövendő nemzedék megér egy hatalmas katasztrófát, ki tudja. Városok égnek föl. Megsemmisül minden a civilizáció, és pár ember keresi egymást. De köztük lesz pap. Mert Krisztus erre a világ életére alapította a papságot. És az a pap megint elő fog keresni, mert kenyér is lesz, mert egyébként nem élnénk, egy darab kenyeret. Lesz szőlő, telepítenek, és bort sajtolnak, és bemutatja a szentmisét, és felmutatja az ostját. Lehet, hogy civilbe lesz, lerongyolódva, betegen, atomhaláltól mérgezetten, és felmutatja, hogy nézzétek, mekkora szeretettel szeret az Isten, és újra indul minden. Fölégtek az ideológiák, a földre már nem tudunk nézni, már nem törődünk a szenvedésünkkel sem, hanem fölnézünk arra, akit átszúrtak értünk. Az egész Jelenések könyve ebből a szituációból született meg, hogy Patmos szigetén János arra nézett, hogy mennyire szeret az Isten. És ezért a Jelenések könyvének ezek a fogódzó pontjai, nem azok a lovasok és mindenféle színpadi kellék, nem a történelemet írta ő meg előre, az ostobaság és naivság, nem is a végidők történelmét, hanem látva ezt a nagy kavart, ezt a kiigazodhatatlan, bonyolult életet, visszagondolt arra, amit Máriától hallott, hogy megszületett a gyermek, és a 12. fejezetben ezt írja, és az égbe ragadták ezt a gyermeket, ez Krisztus. Majd pedig fölnéz arra, hogy majd föltűnik az égen a keresztjele. És az egész Jelenések könyve egy őskeresztény vasárnapi mise. Egy őskeresztény pap, az utolsó apostol, egy kicsit elszórakozott a misén, hála Istennek. Gondolt el a világra, a politikai helyzetre, mindenre, de nem elszórakozás volt, ez elragadtatás. Mert mindent a fölmutatott ostya fényébe látott, a kereszt fényébe, a megtestesülésnek a ragyogásában, abban, hogy mi is Isten gyermekei vagyunk. Hiszen az örökkévalóság elkezdődött, az nem a halál után kezdődik el. Halljátok, szeretteim, nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya. Isten gyermekei vagyunk, az Isten gyermeket pedig a biológiai halál nem fogja megölni. Isten gyermekei vagyunk, de hogy még mik leszünk, az nem nyilvánvaló. Amen.